1905. augusztus 29-én alakult meg az első városi képviselőtestület Szekszárdon. Erre az eseményre emlékezve szerveződik a Városnapja, mely részben ünnepi testületi ülés keretében emlékezik meg a jeles eseményről, valamint az évfordulóhoz legközelebb eső hétvégén kulturális, szórakoztató programsorozat veszi kezdetét. Berlinger Attila, a szervező, Babits Mihály kulturális központ igazgatója azt mondta, idén olyan elemek is bekerülnek a tervezetbe, melyek elsősorban a közösség erősítését szolgálják. Idén is követjük ezt a hagyományt. 27-én szombaton este veszi kezdetét a program. Egy nagyon érdekes kalandtúrán vehetnek részt azok a kisebb csapatok, 2 és 6 fős csapatok jelentkezését várjuk, már örömünkre érkeztek is szép számmal jelentkezők, akik az ókeresztény szarkofág egy rejtélyét kell majd megfejtsék. Nem kívánok többet elárulni erről, hiszen egy igazi Sherlock Holmes-i kalandtúrán vehetnek részt fiatalabbak, idősebbek családok, akik kicsit a város történetével éjszaka egy zseblámpás kalandtúra keretében végezhetik el ezeket a feladatokat. A jelentkezők az éjszakába nyúlóan követhetik a nyomokat, hiszen 22 órakor indul a különleges nyomozás. Ezt követően egy kicsit más műfaj, de megint csak a vidámság és a közösségi együttlét miatt egy retro diszkót is fogunk tartani a Vármegyháza udvarán, az pedig egy éjszakai program lesz ugye szombaton. Vasárnap nagyon sok olyan szekszárdi fellépővel találkozhatunk, akikkel más alkalommal is, természetesen a Bartina, a Tücsök zenés színpad és sok kiváló produkció erről napról se hiányozhat, de itt is fontos szerepet tulajdonítottunk a város ismereti vetélkedőknek, sétáknak, kiváló partnerünk ebbe a Tolna megyei Egyedantal Honismereti Egyesület, melynek a tagjai mind délelőtt, mind délután vállalták, hogy a város története iránt érdeklődőknek tartanak egy-egy nagyon kis érdekes várostörténeti túrát. Voltak idők Szekszárd életében, amikor a Béla király tér megtelt finomabbnál finomabb illatokkal. Akkor a Szent László nap kapcsán ültek asztalok mellé a különböző társaságok. A kezdeményezés elhalt, de az igény megmaradt. Idén május 1-én a Majális keretében itt a Babits Kulturális Központ melletti füves területen már nagyon sokan jelentkeztek, civil egyesületek, baráti társaságok, hogy örömmel összejönnek, nem egy verseny keretében, hanem mindenki a kedvenc receptjét bemutatva, bográcsételeket főz is, jó hangulatba egymással beszélgetve eltölt néhány órát. Ezt a Városnapjára újra meghirdettük, közösségi főzés címszóval, és hát legnagyobb örömünkre már 250 fölött jár az a létszám, amely ugye hát 6-10-15-20 fős csapatokat jelent. Ehhez mi megpróbáljuk az infrastruktúrát biztosítani, de értelemszerűen ezek díjtalan és ingyenes rendezvények. Ez az egész hétvégére jellemző, kivéve a kalandtúrára és a diszkóra, ott egy kisebb hozzájárulást kérünk azért, mivel hát eléggé olyan anyag- és költségigényes produkciók vannak, amelyekhez azért kell egy kis bevétel, de alapvetően az egész vasárnapi program az ingyenes. Prométheus parkba ugrálóvár, játékok, közösségi, ügyességi fajátékok is várják a családokat, a gyerekeket, ezek is mind ingyenesek lesznek, és az esti programokban pedig ajánlom még kora esti programokba a Babits mellett a latinos táncokat, zenéket szeretőknek, többféle kubai szalza bemutató, több kiváló szekszárdi formáció segíti ebbe a táncos lábúakat, mint tánctanítás is zajlik, mind ugye közösségi tánc, bachata, szalza és egyéb más kiváló latinos ritmusok kedvelőinek. Augusztus 29-én ünnepi testületi ülésre kerül majd sor, melynek keretében átadja a város vezetése az idei esztendő díjazottjainak kitüntetéseiket.